Budapest jövője, a közlekedés fejlesztése, az árvízvédelem és a közterek megújítása is kiemelt szerepet kap a főváros 2030-ig szóló városfejlesztési stratégiájában. Ünnep, hagyományozó programokkal várták az érdeklődőket a Schwab-hegyi Pünkösdi búcsún. Érzékenyítés, több száz fiatal vett részt az idei Narcisz futáson, amivel a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő emberek támogatására hívták fel a figyelmet. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A közlekedés fejlesztése, a Családbarát Budapest program továbbvitele, az árvízvédelem és a közterek megújítása is kiemelt szerepet kap a főváros 2030-ig szóló városfejlesztési stratégiájában, hangzott el a legutóbbi Budapest Infón. A fővárosi fejlesztésekért külön államtitkárság felel majd a jövőben. A kormány a lehető legszorosabb együttműködésre törekszik a fővárossal, jelentette ki Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Budapest Infón. Ahhoz, hogy a főváros sikeres legyen, hogy a fővárosi fejlesztések az eddiginél is nagyobb arányban és gyorsabban és jobb együttműködés mellett valósulhassanak meg, ahhoz szoros kooperációra és koordinációra van szükség a főváros, a kerületek és a kormány között, és kifejezetten és kiemeltem főpolgármester úr és a kormány között. A tárca vezető szerint 2010 óta komoly előrelépések történtek Budapesten, többek között elkészült a 4-es metró, lecserélték a közösségi közlekedés járműparkját, és megújult a Margit-sziget. Az a legfontosabb, hogy a 21. század városi követelményeihez illeszkedve a következő időszakra egy egységes fejlesztési tervet tudjunk elfogadni. Fűrjes Balázs államtitkár úr legfontosabb feladata az lesz, hogy egy olyan a következő 10 évre szóló összefüggő koncepciót, fejlesztési koncepciót készítsen el a fővárosi önkormányzattal együttműködve, amely világossá teszi, hogy az állam mit vállal a következő 10 évre budapesti fejlesztésekkel kapcsolatosan. A célunk az rendkívül nagyívű, azt szeretnénk, hogyha a most következő időszakról, vagy ha úgy tetszik, akkor a 2010 óta tartó időszakról úgy beszélhetnénk majd később Budapest esetében, mint ahogyan a kiegyezés és az első világháború közötti időszakról beszélhetünk, ami gyakorlatilag a város aranykora volt és rendkívüli fejlődést hozott. A fővárosi és agglomerációs fejlesztések koordinálására külön államtitkárságot hoznak létre Fűrjes Balázs vezetésével. Tovább javul a kormány és a városvezetés együttműködése, és Budapesttől nem, hogy el akarnák vonni a jogosítványokat, hanem az eddiginél nagyobb mértékben a budapesti fejlesztésekről történő együttműködésbe a városvezetést be kívánják. Kidolgoznak egy 2030-ig tartó stratégiát, amely az eddigi tervekre építve konkrétan meghatározza Budapest fejlesztési terveit, ismertette Fűrjes Balázs. Biztos, hogy a Családbarát Budapest ügyét erősítenünk kell, ebben főpolgármester úr irányításával, főpolgármester helyettes asszony nagyon komoly munkát végzett az elmúlt években, biztos, hogy erre kell alapozni, a kormány részéről pedig ugye a családügyi államtitkár munkájára számítunk, nagyon számítunk a civil szervezetek munkájára, a nagycsaládosokéra is, de a gyermeküket egyedül nevelő szülők egyesületének a munkájára, a Családbarát Budapestnek, ők állnak a legnagyobb kihívások elé, tehát ők tudják a legjobban, hogy mi mindennel segíthető a Családbarát Budapest ügye. Biztos, hogy Budapest diákváros, Budapest egyetemváros egy önálló fejezete lesz ennek a fejlesztési tervnek, itt nagyon komoly diákváros fejlesztési terveink vannak, már zajlik az előkészítés Délpesten. Emellett a Dunapartok élhetőbbé tétele és a közlekedés fejlesztése is fontos szerepet kap a Budapest stratégiában. Hagyományőrző programokkal várták az érdeklődőket a Schwab-hegyi Pünkösdi búcsún. Nem csak kézműves sportékákból válogathattak a látogatók, de nagyon sok színpadi programmal is készültek a szervezők. Kézműves termékek, családi programok, ismerős dallamok. A Schwab-hegyi Pünkösdi búcsú évek óta a legnépszerűbb események közé tartozik a hegyvidéken.
A háromnapos ünnepen a szervezők idén is színes programokkal várták az érdeklődőket. A Diana Parkban rendezett búcsút évről évre egyre többen látogatják. A hagyományos kézműves termékekre összpontosítunk, és olyan eladókat, olyan vásárosokat várunk itt, olyan kézműveseket, akik valóban értéket teremtenek. A legtöbben itt, amit árulnak, az a saját kezük munkája. Lehet itt venni a kenyértől, a házi sajton keresztül a különböző szőtteseket, párnákat, szalmakalapot például. Tehát rengeteg olyan dolgot, amit azt gondolom, hogy más búcsúban vagy más vásárokban viszont nem lehet kapni. A rendezvénnyel a sváb hagyományok megismerésének és megőrzésének fontosságára hívták fel a figyelmet a szervezők. Évek óta törekszünk arra, hogy a Budapest környéki sváb településekről hozzunk résztvevőket, tánccsoportokat, énekkarokat. Amellett, hogy a kerület nemzetiségi oktatási intézményeiből is vannak fellépők. A kézműves vásárban nem csak különleges portékákat lehetett vásárolni, de jótékonykodni is lehetett. Ennél a standnál például az eladott könyvek árából a kárpátaljai árva gyerekeket támogatták a szervezők. Szent László plébánia szervezésében minden évben vendégül látunk 15-20 gyermeket Kárpátaljáról. Idén kivételesen csak árva gyerekek jönnek, és hát nyilván ezeknek a vendéglátására anyagi forrásokat kell biztosítani. A templomban is számos család vállalkozott, hogy elszállásolja a gyermekeket, buszbérleteket kell nekik venni, múzeumbelépőt, ételt, italt, fagyizni visszük őket, és ezzel a kis jótékonysági könyv akciónkkal a zseppénzüket próbáljuk meg előteremteni. Átcsillan rajta az örök élet hite és a feltámadás reménye. A háromnapos rendezvény zárásaként a Diana Parkban álló hősi emlékműnél tartottak megemlékezést, amelyen az első és második világháborúban elhunyt áldozatok előtt hajtottak fejet. Gulyás Gergely, a 12. kerület országgyűlési képviselője ünnepi beszédében úgy fogalmazott: az ár, amit a magyar hazát védők megfizettek nemzetünk életéért, a legdrágább és legértékesebb, amit csak ember adni tud. A világháborús emlékművek, ha hagyjuk őket beszélni, emberi sorsokat hoznak elénk. Egy-egy közösség veszteségét mesélik el a nemzet nagy közös küzdelméből és nagy közös tragédiájából. Ha az országgyűlésben járunk, ha Szegeden vagyunk, ha bármely kis faluban körülnézünk, ott sorakoznak a nevek. Grófok és napszámosok, gazdagok és szegények, mérnökök és mesteremberek. A legkülönfélébb élethelyzetből, minden családból és minden közösségből. Mindenhol együtt, együtt a közös hazáért. A hagyományoknak megfelelően idén is közös koszorúzással zárult a megemlékezés. Közel 1 kg marihuánát, 30 g kábítószergyanús fehérport és ecstasy tablettákat találtak a rendőrök egy harmadik kerületi lakásban. A drogot Troy, a rendőrség kábítószerkereső kutyája szagolta ki. A nyomozók 3 dílert tartóztattak le. A gyanú szerint az elfogott nő és a 2 férfi rendszeresen árulta a kábítószert a lakásban. Mindhárman előzetes letartóztatásba kerültek. Éjfélkor lejár a határidő, eddig lehet átnézni, elfogadni vagy kiegészíteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Eddig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Ezt legkönnyebben azok tehetik meg, akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval. Karbantartási munkák miatt pótlóbusz közlekedik a hétvégén a Hév helyett a Batthyány tér és Békásmegyer között. A BKK közlése szerint a szerelvények rövidített útvonalon csak Békásmegyer megállótól járnak. A pótlással kapcsolatban további információkat a bkk.hu oldalon találnak. Indul az idei Zenélő Budapest programsorozat. A főváros 11 helyszínén mintegy 600 mini koncert várja a közönséget május 25-e és augusztus 12-e között. A fesztivál 2 új helyszíne a Halászbástya és a Magyar Nemzeti Galéria előtere lesz. Az ingyenes minikoncerteken a jazztől a klasszikus zeneig sokféle műfajjal találkozhatnak a zenekedvelők. Pünköst hétfőn rendezték meg a Karizmák ünnepét Mária remetén. Az Esztergom budapesti főegyházmegye majálisán a főegyházmegye plébániái, családközösségei, a katolikus intézmények, iskolák és missziós tevékenységet végző közösségek mutatkoztak be.
Fizikai és lelki kalandpark várt az idei Karizmák ünnepének résztvevőire Mária Remetén. A több évtizede megrendezett pünkösdi ünnep idei jelmondatát a Zsoltárok könyvéből vették a szervezők, és a Magyar Katolikus Egyház vezetője magyarázta el a mondat mélyebb tartalmát. Minden forráson belőled fakad, ez egy ószövetségi idézet Zsoltárból való, de a mennyei Jeruzsálem képét vetíti elő. Egy olyan Jeruzsálemről beszél, amelyikre minden nép azt mondja, hogy ő ott született, ahova minden nép meghívást kap. Ezt köszön vissza aztán az apokalipszisben, ahol a jelenések könyvének a végén azt olvassuk, hogy a bárány trónusa alól a mennyei Jeruzsálemből forrás fakad. Ez az a forrás, ami az egész emberiséget táplálni akarja. Tehát Krisztusnak a jelenléte, a vele való találkozás szentmisében és szentáldozásban az egy olyan erőforrás, ami nem csak a mi életünket teszi gazdagabbá és erősebbé, hanem kisugárzik. Tehát nem áll meg se a templom küszöbénél, se a magánéletünk határánál, hanem az egész világ számára akar valami jót tenni. A Jézussal való találkozás olyan forrást ad, amely alapul szolgál a segítő szeretet cselekedeteihez, a vigasztaláshoz és értelmet, értéket ad az életnek és a világnak, mondta a katolikus egyházfő. A Karizmák ünnepének résztvevői is ezt szerették volna megőrizni és a megszerzett lelki kincseket átadni a többieknek. Jó együtt lenni azokkal, akik hasonlóképpen gondolkoznak, meg akik ugyanazt az Istent imádjuk, és nagyjából ugyanúgy imádjuk. Azon kívül a testvéri együttlét, mert itt mindenkinek helye van, és mindenki megmutathatja azt, hogy ő miben azonos, és miben más a többiekhez képest. A szívünk idehúzott pünkösd ünnepén, az egyházszületésnek az ünnepén kifejezetten vártuk már ezt az alkalmat, és több alkalommal jártunk már egyébként hasonló együtt imádkozáson, például a Péliföld Szentkeresztet említeném meg, ahol a Mária napi búcsú egy különösen szép emlék számunkra. A cservári család Pirismarótról érkezett, de sokan jöttek a határon túlról is a különleges ünnepre, amelynek programjai között fontos szerepet szántak a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Konferenciának is, amit Budapesten rendeznek. Egyházunknak az alapja maga az eukarisztia, ezért én úgy érzem, hogy ez abszolút helyén való, és ez egy nagy-nagy dolog, hogy készülhetünk a világkongresszusra, az újabb világkongresszusra Magyarországon. Én annál is inkább ennek abszolút mértékű híve vagyok, mert 5 évvel ezelőtt egy nemzeti, kétnapos nemzeti EU-közös kongresszus én magam szerveztem meg és bonyolítottam le Vácot. Úgyhogy én abszolút mértékben ennek a maximális támogatója vagyok. Kiadványomból is most úgy próbáltam készülni, hogy minél több EU-közös témájú legyen, amit kínáljunk ingyen a híveknek, hogy töltekezni tudjanak belőle. A pünköst hétfői ünnepen az Esztergom budapesti főegyházmegye által több évtizede megszervezett ministráns verseny eredményét is kihirdették. A szervezők olyan élménypedagógiai pályát hoztak létre, amelyen valamilyen értéket szerettek volna előcsalni a résztvevőkből, és azt odavinni az Úr elé. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen kalandparkszerű felépítés volt, csak ennek határozott célja volt. Tehát abban segítettek a papnövendékek is, hogy tudják a gyerekek előhívni magukból mindazt, ami éppen történt. És ők mondják meg azt, hogy mi az, ami őket megérintette, és miben akarja őket az Úr erősíteni. A Mária Remetei Karizmák ünnepének záró eseménye, azaz ünnepi szentmise volt, amelyet Erdő Péter bíboros celebrált. Különleges sporteseményt rendeztek a Gesztenyés kertben, több száz fiatal vett részt az idei Narcisz futáson, amivel a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő emberek segítésére és támogatására hívták fel a figyelmet. A magyar short track rövidpályás gyorskorcsolya két kiváló sportembere, Búrján Csaba és Olá Bence segített bemelegíteni a kicsiknek a Hospice Alapítvány Narcisz futásán. A jótékonysági akcióban több száz kerületi óvodás és iskolás vett részt. A Gesztenyés kertben rendezett futással azt szerették volna megmutatni, hogy a gyerekek is sokat tehetnek súlyos betegségben szenvedő társaikért. Minden évben két
programot szeretnénk rendezni itt a hegyvidéki kerületben, más kerületek is partnereink. Ebben a Narcisz futásban ezzel szeretnénk felhívni már az egészen fiatal gyerekek, iskolások, óvodások figyelmét az alapítványra. Ezen túlmutatóan pedig arra a törekvésünkre, amivel felhívjuk a figyelmet a beteg embertársainkra, hogy hogyan tudunk értük tenni. A hegyvidéki önkormányzat már több éve együttműködik a Hospice alapítvánnyal. A Narcisz program kapcsán a kerületben évről évre több száz narcisz hagymát ültetnek el. A kicsik a növényeket figyelve érthetik meg az élet körforgását. Először azzal kezdődött a közös programunk, hogy narciszt kezdtünk ültetni óvodásokkal, iskolásokkal. Fontosnak tartjuk azt, hogy a Hospice alapítvány által szorgalmazott gondolatok, a gondoskodás, a betegek ápolása, a méltóságteljes életvég, az elmúlás, a veszteség kezelésnek a kérdését már egész kiskortól bevezessük a gyerekek életébe, mert tudjuk azt, hogy ez mindig nagyon problémás. Olá Bence szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Szerinte fontos, hogy a gyerekek már fiatal korban jó példát lássanak. Én amikor kicsi voltam, azt a példát tudom hozni, hogy ha egy olimpiai bajnok vezetett mondjuk, vagy egy élsportoló vezetett egy melegítést, egy bármilyen iskolai rendezvényen, vagy ilyesmi, az mindig egy plusz löketet adott. Úgyhogy szerintem most találkozni sportolókkal, az ezeknek a kicsiknek is sokat jelentett, akik itt megjelentek. Pláne úgy, hogy ahogy néztem, amikor egyéb beszéd volt, akkor mindenki zsibongolt, vagy más csinált, amikor meg mi vezettük a melegítést, akkor meglepően sokan követték, meg betartották, úgyhogy szerintem azért ez motiválhatja őket. Magyarországon a daganatos megbetegedések évente csak nem 40 ezer ember életet követelnek, azonban még mindig csak kevesen részesülnek hospice-ellátásban. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!